Érdekes közéleti vita bontakozott ki Vahorn András partizános interjúja után. Parászka Boróka újságíró úgy értékeli, hogy a Vahorn által megfogalmazott előítéletek, szexista és rasszista megnyilvánulások racionális vitára alkalmatlanok. Gulyás Márton szemére veti, hogy bűn ennek bármilyen szintű nyilvánosságot adni. Azzal zárja véleményét, hogy Ceterum censeo, Vahornak a közéletből azonnal el kell tűnnie. Gulyás Márton válaszában kifejti, hogy tévedés a médiától a társadalom edukálását követelni, ahogy azt is, hogy bizonyos véleményeket szorítson ki a nyilvános diskurzusból. A cancel culture kártékonysága a rasszizmuséval vetekszik, zárja sorait. Na hát ez egy nagyon pontos kijelentés a Gulyás Mártonnak a szájából, és a Gulyás Márton bár a baliberális network minden egyes pontjáról, teljes vertikumából és horizontjából mindenhonnan jól látható módon forgatta meg a szemeit akkor, amikor a Vahorn András előadta magát, de a becsületére legyen mondva, hogy utólag azért kiállt a cancel culture-rel szemben, kiállt a Parászka Borókának az eltörlés igényével szemben, és kifejezésre juttatta, hogy a cancel culture kártékonysága a rasszizmuséval vetekszik, és a helyzet az, hogyha nekem valaki azt mondja, akár csak egy évvel ezelőtt, hogy a Gulyás Márton egy ilyen kijelentést fog tenni, hogy az eltörlés kultúra az a rasszizmuséval vetekedő módon kártékony, hát én összetettem volna a kezeimet áhítatomban, és elrebegtem volna egy imát. És mi a véleményed? Mi a véleményed arról a részéről a mondatának, hogy tévedés a médiától a társadalom edukálását követelni? Hát ez szerintem felháborító, és pont a Gulyás Márton szájából várnám utoljára. Tehát tudod, amikor, hogyha ezt a kijelentést teszi egy RTL-es producer, vagy egy Friderikus Sándor, tudod, akkor azt mondom, hogy hát védi a saját mundérjának a becsületét. Vagy már ha van olyanja neki. De egy független felületen, de tudod, egy YouTube-on hatalmat épített orgánum de pontosan beleállhat. De nem is csak az, nem is csak az, hogy a Gulyás Márton... Ilyen típusú cél. És a Gulyás Márton, aki megköveteli a társadalmi célú felelősséget. Aki megköveteli, hogy vegyük a kezünkbe a politikát, hogy foglalkozzunk a közügyeinkkel, hogy a nyilvánosság az nem csak szórakoztatásra, hanem igenis a társadalmi aktivizmus felkeltésére is szolgálhat. Tehát ő valójában egy félig újságíró, félig politikai aktivista. Melyik része ennek az, ahol a médiától nem elvárható a társadalom edukálása? Egy újságírónak nem kell edukálnia a társadalmat? Hát még egy politikai aktivistának nem kéne edukálnia a társadalmat? Pont a Gulyás Márton az, akitől utoljára várnám ezt a kijelentést. Itt, amikor azt mondja, hogy média, akkor ő a saját YouTube termékére gondol, hiszen ott kellett volna csírájában elfolytani azt, ami a tabusított igazságot egy pillanatra így, a felszínre hozza. Ő így védekezik a Parászka Borókával szemben. A Parászka Boróka nem csak a Vahorn András támadta be, miszerint Vahornak a közéletből azonnal el kell tűnnie, hanem betámadta Gulyás Mártont is, mondván, hogy Gulyás Mártonnak nem lett volna szabad nyilvánosságot adni ezeknek az ordas eszméknek. Hát Gulyás Mártonnak már el kellett volna végeznie azt a műveletet, amit ő itt követel, kvázi az eltörlés műveletét. Gulyás Mártonnak már ki kellett volna törölnie Vahorn Andrást a nyilvánosságból, és akkor Gulyás Márton megtámadott szerencsétlen módon úgy védekezik, hogy hát a médiától nem szabad elvárni a társadalom edukálását. Hát a Gulyás Márton az ellenkezőjét gondolja, de Gulyás Márton így védekezik a kurzusának a szívéből érkező támadással szemben. Hát itt most az történik, hogy a forradalom fölfalja a gyermekeit. Gulyás Márton ennek a forradalomnak az ászlóhordozója volt, és most az látszik, hogy a forradalom túlgyűrűzött rajta, és most már ellene fordult, tehát most már élezik a giotint Gulyás Mártonnak, aki nem eléggé határolódott el, nem eléggé fogalmazta meg a kurzusának a követelményeit, erkölcsi követelményeit, vagy etnikai szempontrendszerét ebben a beszélgetésben. És akkor ő így védekezik, hogy nem is dolgom, nem is dolgom. Én azt láttam a beszélgetés közben kifejezetten is, ugye ez egy nyári felvétel, hogyha ez a Colorado Fesztiválon készült, hogy amint elhagyják ilyen tabusított megfogalmazások a Vahorn Andrásnak a száját, a Gulyás Márton
azonnal kimozogja azokat ilyen jó érzékkel. Tehát, hogy nem gondolom őt támadhatónak azért, ahogy az interjú során kezelte az elhangzottakat. Maximum, hogy közzétette, de hát pont, hogy közzé kellene tenni. Sőt, azzal érvel elvileg, hogy ugye szubkultúrát teremt minden, amit elnyomunk, és ugye ez felelt nagyjából a Jobbiknak a parlament bejutásáért annak idején, és nem arról a Jobbikról beszélek, amit most látni vélünk, hanem arról a Jobbikról, ami egy magyar gárdával karöltve táncolta körbe az országot. De miért ne lehetne beszélni, főleg kulturáltan, olyan dologról, ami tabusítandó egyesek szerint? Miért lenne az ő hibája? Azt kellett volna csinálni, hogy egy ilyen téma szóba jön, akkor elterül a figyelmet, hogy nézd ott egy lepke. Parászka Boruka szerint el kellett volna készíteni ezt az interjút, majd ezt az interjút meg kellett volna semmisíteni. Parászka ráadásul ilyenekkel érvel, ez az egyik különös kedvencem. Alapvető fogalmakat nem ismer, etnikai faji stigmatizálás, etnicizált kriminalisztika, stb. Tehát, hogy ezért nincs joga olyan dolgokról beszélgetni, aminek nem ismeri a szakirodalmát. Tehát egy ember, aki nem mondja ki kapásból, álmából fölébresztve azt, hogy az etnicizált kriminalisztika definíciója kettős pont, az ne beszéljen erről. Hát akkor minden kocsmában látogasson el Prohászka Aranka, Parászka Boróka, elnézést ezért a viccért, de azért nekem jól esett, és akkor mondja el minden egyes magyar embernek, akiből egyébként ellenőrizetlenül ez a tabusított tematika folyvást folyik, mert nem állíthatsz mindenki mellé oda egy őrt, hogy elnézést mutassa be az MTA tagságát igazoló dokumentumokat. Ezekről a dolgokról beszélnek, és szubkultúrában beszélnek, és egyébként én nem érzek rossz szándékot a Vahorn Andráson, hanem azt érzem, hogy megvallja az állati ösztöneit, és elmeséli, hogy fölötte az ember hogyan kezeli ezt úgy, hogy ne legyen bántó és szemét alak, de közben a saját életében feldolgozza a felgyülemlett előítéletét, és nem úgy csinál, mintha ő nem menne át késő este az utca túloldalára, ha jön bármilyen színű 20 hangos fiatal, hanem hogy így élünk, én ezt tapasztaltam, és ennek ellenére élek valamilyen rossz előítélettel, vagy valamilyen engedménnyel, hogy jó, akkor ezt nem most kell, én megnézem, de tudod, nem kell, nem kell kimagyaráznunk a Vahorn Andrást, mert a Vahorn András semmi rosszat nem mondott. A Vahorn András semmi elítélendőt nem mondott, nem képviselt, nem fejezett ki. A Vahorn András mindössze beszámolt a valóságról, amit ő megtapasztalt, a saját bőrén megtapasztalt. Én értem, hogy ez a valóság, ez nem tetszik a szociológia tanszékeknek, én értem, hogy ez a valóság, ez nem tetszik az Újlipótvárosnak, nem tetszik a balliberális kurzusnak. Én értem, hogy nem tetszik ez a valóság az SZDSZ utódpártjainak, és ők ilyenkor hisztiznek, meg az ő kulturális holdudvaruk ilyenkor kiveri a hisztit, de hát ez a valóság. És a helyzet az, hogy 30 éve nem lehet a valóságról beszélni, és azóta ez a valóság a körmünkre éget. Az a magyar gárda, meg azokban a falvakban való vonulás, az se a semmiből jött. Egyrészt kellett hozzá 2006, meg a Gyurcsány igaz emberség, mert kellett hozzá. Másrészt, meg kellett hozzá az, hogy a magyar politikai osztály cserben hagyja a Kelet-Magyarországon élőket. Hogy azt mondja, hogy az, aki fél késő este, akkor, amikor egy cigánygaleri jön vele szembe az utcán, az rasszista. Az nem az állam problémája, nem a közbiztonság problémája, hanem az egy rasszizmus probléma, annak az embernek a gondolkodásával van a probléma, tehát meg kell őt gyógyítani, ki kell őt gyógyítani az előítéletességéből. 2008-9-ben, nem tudom pontosan mikor, Bakács Tibornak adtál egy interjút, ami igen nagy hullámokat vert. Ott arról beszéltél, hogy amennyiben valaki betörne a portádra, és elvinne egy tyúkot, akkor te lelőnéd. A mai napig fenntartod azt, hogyha valaki betörne mező szemrén hozzád, és elvinne egy tyúkot, a termények közül elvinne valamit, akkor azt, ha megtehetnéd, te lelőnéd? Ha megtámadná, vagy megtámadná a feleségemet, igen. De terménylopásért? Nem, termény, ha látnám, hogy lopja a terményt, és azt mondanám, figyelj, ne lopd a terményt, menjél, vagy húzzál még ki hármat, menjél. Ha ezek után nem megy, hanem nekem támad, akkor lelövöm. Persze. De a következőről volt szó. Oda költöztem, és néhány hét múlva kiraboltak. Ez a cigány gyerek, aki kirabolt, a rendőröknek azt mondta, mikor mondták, úgy rabolt ki, hogy közben én ott voltam a házba, hátulról vitte el a láncfűrészt,
És mikor rendőrök voltak, hát hogy te bementél a Vahornhoz napközben? Mi lett volna, ha észrevesz? Azt mondta, akkor agyonütő. Ezek után, ha megkérdeznek téged, hogy mit csinálsz azzal, aki beugrik hozzád és ki akar rabolni, én meglelövöm. Nyilván nem úgy van, hogy ahogy most elképzeled, hogy húzza ki a szegény szovány csigány gyerek a répát, és akkor azt mondom, a**jád, és lelövöm. Nem erről van szó. Nem, megmondom, miről van szó. Arról, hogy közben észrevettem, hogy mi történik ott. És láttam a küzdelmét azoknak az idős szomszédaimnak, akiket nap mint nap kiraboltak. Elvették a pénzüket az asztalukról, és azt mondták, kitekerem anyagot, ha szólsz a rendőröknek. Láttam azt, amikor megkéri a néni a gyerekeket, hogy gyerekek, ne húzzátok ki a répámat. Én adok nektek minden nap répát, meg még a kaptok karalábét is, vigyázzatok rá. Én nem tudom, ti vagytok-e, de vigyázzatok rá. Jó. Minden nap jöttek a répáért. Aztán elkezdett a néni panaszkodni, nem tudja, hogy mit csináljon, mert most már jönnek vajért, és mikor mondja, hogy vajam nincsen, akkor azt mondják, akkor nem vigyázunk. Íme a valóság. Bekopogtat a buborék falán a valóság, és hát Gulyás Márton egyik lábáról a másikra áll zavarában. Hogy most ezzel a valósággal mit kezdjen? Ugye a szociológia tanszékeken nem erről a valóságról referálnak. Nem, ennek a valóságnak nem lenne szabad létezni. Ez a valóság nem PC. Márpedig hát ez a valóság. Most ezzel a valósággal kéne valamit kezdeni. És ez egy azért egy csodálatos beszélgetés, mert itt van ez a Vahorn András, aki nem akarja megúszni. Tudod, 30 éven keresztül mindenki meg akarta úszni, hogy ő, jaj, csak őt rasszistának ne bélyegezzék. Jaj, ő inkább kerüli ezt a témát. Jaj, ő nagyon óvatosan fogalmaz. Ő meg, tudod, mi látszik ezen az emberen? Az, hogy nem érdekli. Nem érdekli. Rekesszetek ki. Rekesszetek ki a naprendszerből. Rekesszetek ki a tejútrendszerből. Nem érdekel. A nevén fogom nevezni a valóságot. Miért? Mert már nem vehettek el tőlem semmit. És ő itt teljesen korrektül fogalmaz. Mit mond? Azt, hogy hát ha támad, vagy a feleségemre támad, akkor lelövöm. Nyilván. Hát van egy ilyen büntetőjogi tétel, hogy basszus, jogos önvédelem. Igen. Igen, de ez tudod, az úgynevezett jogos önvédelem. Igen, de tudod, ő itt vizsgázik, tehát kérdezi, hogy és ha terményt lop, tudod? És akkor igen, na ez a vizsgakérdés, ilyenkor mi a válasz? Hosszan elgondolkodik. Azért tudod, pontosan terménylopásból, meg abból az elektromos kerítésből, meg aztán abból a gyilkosság sorozatból azért láthattuk, hogy ezeknek a dolgoknak a kimondása és hozzá egy életkioltására alkalmas eszköznek a rendelése, az eredményez egy sorozatgyilkosságot. Igen, de ha szigorúan nézzük, hogy itt mi hangzott el egyelőre, Úristen. Akkor szigorúan nézve egyelőre az hangzott el, hogy elmesélt egy történetet, ahol megfenyegették. Elmondta, hogy ha ő fizikailag fenyegetve érezné magát, akkor persze, hogy fizikailag lépne fel. Valamint egyelőre véleményformálás nélkül elmondott egy történetet arról a néniről, és hogy itt semmiféle állásfoglalás még csak nem is volt. Álljon már meg a menet, Oszkár. Azért azt, hogy a Vahorn András fegyverrel meg akarja védeni akár a tulajdonát, akár a fegyver elsütésével, mert pusztán a fegyver látványával akár a tulajdonát, akár a fegyver elsütésével a saját testi épségét, meg a feleségének a biztonságát, azt ne hasonlítsuk már a tatár-szentgyörgyi gyilkosságokhoz, ha szabad kérnem. Az egyik, az ugye a saját házában, a saját kertjében, a saját otthonának, a saját terményének a védelmében vonatkozik, a másik, az meg tudod, egy előre eltervezett gyilkosság sorozat volt, amelyben ártatlan gyerekeket öltek. Tudod? Tehát itt azért a dolog nagyon más, és szerintem a legnagyobb hiba és a legfélrevezetőbb ezt a két fogalmat egyáltalán egymás kontextusában említeni. Ne, én azt gondolom, hogy ezek egymás gravitációs mezőjében vannak. Ez egy annyira vékony jég ez a téma, hogy egy beszélgetés valakiben feljogosító gondolatokat szülhet. És azt gondolom,
hogy nem az a megoldás, hogy akkor erről nem beszélünk, de azért óvatosságra intenék, hogy hogyan pózolok egy fegyverrel. Értem az én valós. Az önvédelmet, pózolok hogy egy fegyverrel? Hogy rám támadnak, és de akkor... Itt nem volt pózolás, de hogyha megvédés. Valaki... Itt ez a texasi, ez a texasi fegyvertartó embernek az imidzse, aki ez áll a, de tudod, áll a verandán. Itt van Vahorn András, akit nem véd meg a magyar állam, akit kiszolgáltat a magyar állam, az ő falujában ezeknek a tolvajoknak, meg ezeknek a bandáknak. Most érted? Ő azt mondja, hogy ha nem véd meg az állam, akkor én megvédem magam. Hol kell ezt kifogásolni? Miért és milyen alapon? Bírósági tárgyaláson várakoztunk, hogy beszólítsanak minket, és kint állt az a tolvaj, aki tőlem lopott. Ott állt körülötte a családja. És erre odajött lelkendezve egy másik ember. Hogy végre börtönbe kerülsz. Hát én ebbe a koromba már 5 éve börtönbe ültem. És megünneplik, amikor börtönbe mennek, és megünneplik, mikor kijön. De ez minden magyarországi cigányról szerinted elmondható? Mezőszemerén igen. Érdekes, amikor nők beszélnek arról a megélésükről, hogy félnek éjjel a kihalt utcán, Gulyás Márton valahogy nem hitetlenkedik így. Érdekes, amikor elhangzanak a varázsszavak, miszerint patriarchátus, meg férfi erőszak, akkor ő nem utasítja vissza ezt a felháborító általánosítást, hiszen a női áldozatoknak valahogy mindig kijár az empátia. De mint egy férfit rabolnak ki, és főleg, hogyha cigányok teszik, akkor mindjárt tabusítani kell a diskurzust. Hogy az áldozatok lehetőleg legközelebb szólni sem merészeljenek. Nehogy elrontsák a kulturális baloldalnak ezeket az egyetemi tanszékeken kidolgozott narratíváit. A bűnözésről, meg az etnikumokról. De ez már ki van találva, hogy mit kell ilyenkor gondolni. Ne a szemeddel néz, ne a szemednek higgy, hanem a katedrán kitalálják és megírják neked kvázi az igazságminisztériumban, hiszen a baloldalnak is van igazságminisztériuma, nem csak Rogán Antalnak, megírják neked, hogy mit kell ebben a helyzetben gondolni, és tudod, ezt kell felmondani, és ha nem ezt mondod fel, akkor rasszista vagy, akkor megbélyegeznek. Tudod? Ez itt a kérdés, hogy én nem emlékszem arra, hogy Gulyás Márton így visszakérdezett volna mondjuk egy megerőszakolt nőnél, hogy így minden férfi erőszakolt már meg téged? Nem? Ja nem, nem is. Akkor hát ez talán nem is toxikus maszkulinitás. Talán ez egy rossz kifejezés. Talán a katedrán valami rosszat tanultam. Nem? Nagyon, nagyon vékony a jég rasszizmus témában. Én egyébként közben rákerestem, hogy akkor mi a hivatalos definíciója magának a szónak. A rasszizmus olyan gondolkodásmódot jelent, amely az emberek külső vagy belső tulajdonságait kiemeli, ezekhez morális, társadalmi vagy politikai különbségeket rendel hozzá, és az így létrehozott csoportok között feltételezett vagy valós tulajdonságaik értékelik alapján hierarchiát állít fel. Remélem, hogy ez megfelelő volt. Na ilyet Vahorn András nem korókának. Tett. Nem tett. Ilyet Vahorn András nem tett. Nem tett semmi ilyesmit. Azért vékony jég, mert az egyik oldalról teljesen egyetértek azzal, amit te itt szenvedélyesen mondasz, hogy hát kimondja az igazságot, az ő igazságát, végül az ő valóságáról beszél egyébként. Nem terjeszti ki, ilyen vonatkozásban nem is rasszista, amit mond. A saját élményéről beszél, a saját történeteit mondja el. Másik oldalról pedig azok az emberek, akik pedig a definíciónak megfelelően rasszisták, azok számára nyilvánvalóan minden ilyen történet egy újabb önigazolás arra, hogy mondjuk ők olyan esetekben önbíráskodjanak, vagy fokozzanak hierarchiabeli különbséget, amikor annak nincsen alapja, nincsen oka. De erről beszéltem az előbb én is, hogy ilyenkor felszabadul. Én látom baráti társaságon is ezek ilyen 30 éves barátságok, amikben én egy picit így elszomorodtam, hogy miket hallok időnként. De ahányszor van valami ilyen félmondat, akiben ott a bugyrokban fortyog az a gyűlölet, azonnal veszi magának a bátorságot, igen, hogy valami igen, embertelent mondjon, igen, hogy ő jobban érezze magát, hogy kihányja rád a frusztrációját, nagyon, a föld alá süllyedsz attól, amit hallasz. Nagyon kínlódom ettől a témától sok okból. Az egyik, hogy ha van a lakótelepen nőttem föl,
azért ott bőven-bőven voltak cigányok, és bőven volt olyan, hogy óvatosan mentem haza az utcán, tehát nem kis ujjátartó budai lányként mondom azt, hogy kik hogy élnek. 16 éves koromban fogta magát egy cigány férfi, teljesen ok nélkül bolond volt, leköpött, és a lábam közé rúgott fényes nappal délután 3-kor a Deák téri mozgó lépcsőn. Senki nem kelt egyébként a védelmemre, hiába fordultam segítségért. Van rossz élményem. Tudom, hogy milyen az, amikor valaki rossz élménnyel találkozik. Ugyanakkor dolgoztam úgy cégnél, jelentkezett úgy ember a csapatomba, amikor ott vezető voltam, hogy cigány származású volt, és 5000%-osan dolgozott azért, mert egyértelmű volt, hogy ő már sokszor találkozott hátrányos megkülönböztetéssel, nyilván pont ilyen típusú előítéletek miatt, mint ami például köszönhető ennek a rúdosos pasasnak, akivel a Deák téren volt szerencsém összefutni. És túl kell teljesítenie mindent, tehát hogy ez egy baromi nehéz kérdés, és egyébként szerintem jó dolog erről beszélni, és a Vahorn számomra pedig, mondom, nagyon, nagyon allergiás vagyok a rasszizmusnak a definíció szerinti kifejezésére, vagy a alkalmazására. Nem volt rasszista a Vahorn. Egy szóval nem volt eddig. Parászka Boróka Vahorn András tudatlannak nevezi, akinek nincsen joga olyan dolgokról beszélni, amiknek nem ismeri a szakirodalmát. Ja, hát erről beszéltünk. Parászka Boróka szerint alapvető fogalmakat nem ismer, mint etnikai faji stigmatizálás, etnicizált kriminalisztika, stb. Ezek tényleg alapvető fogalmak lennének? Persze, te erre mondtad, te is minden délután elmondod egy diskurzusban. Csak mert tudod, a magyar vidék nem ismeri ezeket a fogalmakat, tehát akkor az ő megélésük már nem is számít. Miféle privilegizált arcoskodás ez már? Azt is mondja egyébként Boróka, hogy nincs joga senkinek az etnikai hovatartozását nyilvánosságra hozni, akkor sem, ha épp az ellene bűn elkövető szeméről van szó, mert hogy akkor ez etnicizálja a bűn elkövetést, és egy egész közösségre tereli a gyanút. Ez egy akkora álszent. Tereli a gyanút valakiknek a fejében, valakikében pedig nem. Sokkal a fejekben van, igen. A baj. Nem a mondásban, igen. De a félelem az nekem közös azzal, amit ő érez. Tudod, miről szól ez? Arról szól, hogy ne láss a szemeddel, ne lásd, amit látsz, mert nincs jogod látni. Ez tudod, 1984, ahol O'Brien Winston Smithnek az ujjait mutatja, és azt kérdezi, hogy mennyit látsz. És ahányszor azt mondja, hogy a négyest látja, mert négyest mutat neki, annyiszor vezet áramod bele. Amíg aztán Winston meg nem tanulja, hogy nem azt lát, amit lát. Ez a dupla gondol művelete. Erre akar Parászka Boróka rávenni minket. Lássuk a származását, de ne lássuk. Az analógiádat szeretett. Azt mondod, nyilvánvalóan, ha valaki ütésemelt ököllel közelít hozzám, persze, hogy elugrok, de akkor ebből az az analógia jön le, hogy az ütéstől mindig félni kell, teljesen világos. De ugyanígy, hogyha egy cigány ember közelít felém, az nem biztos, hogy veszélyt jelent önmagában. Nem. De ha egész életedben csak rossz tapasztalatod volt velük, ha egy cigány ember közelít, igen, sajnos. Az már a te kulturáltságodtól függ, hogy ezt legyőzöd magadba, és nem azt mondod, mennyi nem, hanem megvárod, hogy mi lesz. És hogyha úgy érzed, hogy közös nevezőre tudtok jönni, akkor együttműködtök. De ha egész életedben megraboltak, kihasználtak, megvertek, akkor kell, hogy féljél. Ez az egészséges. Hogy kell, hogy féljél. És az egész életemben, amíg például Mezőszemerén éltem, sajnos semmilyen jó tapasztalatom nincs. Engedély kérdés. Arra gondolok, hogy mondja, válaszolok, hogy ezt meg kell oldani. És nem úgy kell megoldani, ahogy eddig akármelyik oldalról is megpróbálták oldani. Miért? Nem azért, mert hogy kinek van igaza, hanem mert nem sikerült. Tehát az a hozzáállás, ahogy eddig hozzáálltunk, nem volt jó. Se a tied nem volt jó, de az enyém se. Én a magaméről semmit nem mondtam még el, tehát nem tudtad, hogy jó-e vagy sem. Valamit feltételezel, mert előítéletes vagy. És a rasszizmusra nem azt kell mondani, hogy az egy beteg, káros, rossz dolog, hanem azt kell mondani, egy létező dolog, amit meg kell tanulni kezelni. Ugyanúgy, amikor én most nem b***hatom meg azt a nőt, akit akarok, ez nem azt jelenti, hogy b***ási vágyam az káros, hanem az, hogy bele kell csatornázni egy társadalmi konszenzusba.
A rasszizmus ugyanolyan, mint ha, hogy meg akarsz valakit b***ni. Ugyanúgy a természet rakta bele a testedbe ezt a dolgot. Nem mondhatom rád, hogy te egy szemétláda vagy, mert b***ni akarsz. Csak azt mondhatom, figyelj, nálunk nem divat egyből meg a nőt, akit látsz, udvarolni kell neki, hazudni kell neki, vagy whatever. Érted? Nem, és, ez, és a rasszizmus, és amit most én el tudom képzelni, hogy mondok neked, a rasszizmus szót kezdjük el használni, ugyanúgy, mint pozitív jelzőként? Nem pozitív. A világban nincsen pozitív és negatív. Az a probléma, amikor valamire azt mondjuk, hogy ez csúnya, vagy azt mondjuk, hogy ez szép. A világban mindig az van nekünk embereknek, amit mi gondolunk róla. A fasiszták között a rasszizmus az a dicsőség. Rasszista vagyok, nyert mindenki. Igaz? A rasszizmusra nem lehetünk se büszke. Az a rasszizmus olyan, mint az, hogy magyar vagy. Nem lehetsz rá se büszke, se nem kell szégyelned. Használnod kell egy adottság, ami benned van, és az már tőled függ, illetve a társadalomtól, hogy ezt az alapvető érzést, ami a rasszizmus, az éhség, a szexualitás, ezeket hogyan használjuk és hogyan integráljuk be a társadalmunkba, mint ahogy jó. Nem, mi nem tudunk semmit Gulyás Márton véleményéről. Az puszta előítélet, hogyha mi vélelmezzük azt, hogy Gulyás Márton mit gondol erről, mert nem láttunk még kismillió megnyilvánulást Gulyás Mártontól. Például ebben a témában. Nem néztük végig a szemforgatását ebben a beszélgetésben Gulyás Mártonnak, meg azt, ahogyan leckészteti, meg azt, ahogyan vizsgáztatja a Hord András. Nem, hát az nyilván előítélet. Előítéletesek vagyunk. De hát akkor lássuk is ezeket az előítéleteket. Az a definíció talán megfelel Parászka Borókának, hogyha azt mondom, hogy én akkor rettenek meg az utcán, ha jön velem szemben nem egy cigány, nem több cigány, hagyjuk a bőrszint. Vegyük ki innen a bőrszint, mert ez csak megzavar minket. Jön szembe egy galeri. Egy galeri. Na, ezt már szabad mondani? Azt gondolom, hogy ezt azért már szabad mondani. Itt nincsen etnikai faji stigmatizálás, itt nincsen etnicizált kriminalisztika. A kulcsfogalmak, tudod, egy galeri. Mert mit fejez ki ez, hogy jön szembe egy galeri? Azt, hogy ez valójában nem etnikai kérdés. Mindenütt etnikai színezetet kap, hanem ez valójában egy civilizációs probléma. A civilizációnknak a jelenlegi fokán a civilizált emberiség ezeknek a bandáknak a hordatársadalmával áll szemben. Mindenhol a világon. Az Amerikai Egyesült Államokban ez kap egy latinó etnikai jelleget, az Európai Unióban ez kap egy iszlám, vagy arab etnikai jelleget, vagy török etnikai jelleget. Itt Magyarországon meg kap egy cigány etnikai jelleget. De hagyjuk az etnikai jellegét, mert ez esetleges. Amerikában, ilyen Európában, amolyan Magyarországon meg ez. Vegyük Angliában alapul... meg kap egy fehér futballhuligán jelleget. Olyat is kap, de ott is vannak bevándorlók, nyugi. Hát arról van szó, hogy valakinek dolgozni is kell. Ezek a bandák, ezek állnak szemben a civilizált emberrel. Ez a hordatársadalom. És itt a feszültség, az mindenhol tapintható a világon. A Clint Eastwoodnak a Gran Torino című filmje az erről szól. Erről a problémáról, hogy jön az ember, aki a házban lakik, és a bandákra ráfogja a fegyverét, és azt mondja, hogy takarodjatok a kertemből. Itt van a határ, itt húzódik a határ, nem a fehér ember meg a színes ember között, hanem a civilizált emberiség és a bandák hordatársadalma között. És ez az a határ, amit a Vahorn András is véd a puskájával. Nem cigányokról, meg nem cigányságról van szó, hanem bandákról, meg a civilizált emberiségről. Valójában szerencsésebb lett volna, hogyha így fogalmaz, és most itt ezen a ponton kevésbé értettem vele egyet. Szerintem az a rész, amikor arról beszél, hogy a megoldást kell keresni, és amiről olyan szépen kiragadtad, hogy milyen gyönyörű passzív-agresszív
védekezést vett föl ugye a Gulyás Márton, hogy hát nem tudjuk, hogy ő neki milyen megoldási javaslata volt eddig. Az egy nagyon intelligens hozzáállás, hogy mindazok ellenére, amiket ő tapasztalt, és amiket elég határozottan mond, hogy nem jók, azok ellenére ő a megoldás keresését tartaná szem előtt, de én azt gondolom, hogy a rasszizmus szó valóban nem túl szerencsés, mert ahogyan ő körbeírja ezt, meg amiről beszél, az valójában egy óvatosság, egy tapasztalatokon alapuló elővigyázatosság, valamiféle félelem. Itt picit újra definiálja a rasszizmust, és úgy mondja rá, hogy ezzel ebbe bele kell törődni, hogy be van építve, de tudod, nem a viselkedést, hanem azt az előérzetet definiálja. Én úgy érzem, hogy Vahorn András itt konkrétan a főbűnökről, az ösztönökről beszél, megvallja, hogy az ember az egy állat. Én rettenetesen utálom, amikor minden ember azt képzeli, hogy ő alapvetően ember, és mindig is az volt, és ő magától rögtön mindent nagyon jól tudott. Be kell látni, hogy vannak bennünk különböző büszkeségre, különböző bosszúvágyra, különböző egyéb vágyra, különböző falánkságra és egyéb gonosz dolgokra hajtó erők, amit a kulturált ember érzelmekkel és szellemiséggel felül tud írni. Megszületik benned a rossz érzés, és a te dolgod az, és úgy tudsz jó ember lenni, hogy mit teszel ezzel. Ez egy jellem kell. Nem az kell, hogy letagadom, hogy soha nem is volt, mert állatok vagyunk. Úgy tudunk emberek lenni, hogy ezzel szembenézünk. És ez a csávó magára rántja a félvilágot azzal, hogy szembeber nézni azzal, hogy az ember az egy állat. Ezért nagyon helyesen tesz. És roppant módon hiányolom Parászka Boróka értekezéséből, hogy miért arról beszél, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, hogy nem szabad bizonyos dolgokat elmesélni. Miért nem arról beszél, hogy szerintem mik a megoldási javaslatok, hogy hogyan kellene edukálni, hogy hogyan kellene az ezzel járó, vagy ezt... hogy is mondjam, ebből eredő szegénységet felszámolni, az iskolázottságot, a szociális hálót építeni. Lehet, hogy ezt a munkájában, de politizál, amikor de kommunikál. De akkor tegye, hát de ezek szerint akkor még nem jött össze. Hol van a tuti megoldás? Hol van az? Tök igaza van ebben a Vahornak, hogy eddig semmilyen megoldás nem vezetett célra. Bárhova megyek az országban, ha lepusztult házat látsz, akkor abba nem magyar emberek élnek, sajnos. Mert a cigányemberek nem magyar emberek? Akkor hogy mondtam volna? Mondd meg, úgy fogom mondani. Szerintem úgy mondod, hogy akarod, én csak kíváncsi vagyok, hogy mit értesz a szavait, amiket használsz. Úgy értem, hogy ők önálluk az élet boldogságához, a jó élethöz nem fontos az, hogy összesöpörjenek, hogy kihúzkodják a gyomot, hogy éjjel-nappal azzal foglalkozzanak, hogy ne úgy legyen, mint ahogy van. Hanem hagyják a dolgokat... Már minden kiesett már a mikrofon. Hanem hagyják a dolgokat úgy, ahogy van. De bocs, én értem az álláspontodat, csak segíts akkor valamit megérteni, és most tényleg nem provokálni akarlak, őszintén kíváncsi vagyok a véleményedre. Most amit mondtál, szerinted mi az akkor, amit rasszizmusnak lehet tekinteni, hogyha ezt a leírást, amelyben átfogóan, általánosítóan beszélsz egy teljes népcsoportról, ha ezt nyilvánvalóan nem tekinted rasszizmusnak, felteszem. Akkor mi a rasszizmus? Akkor ez rasszizmus. Elvállalom. De... De én nem akarom rázolvasni, szeretni. Én kíváncsi vagyok rá. De én nem feltételezem, hogy te egy rasszista ember lennél. De rasszista vagyok. Igen. Elfogadom azt, hogy a németekről azt tudjuk mondani, hogy szorgalmasok. Igaz? Hát a fiákról azt mondjuk, hogy nem f***ág. Hát akkor te még nem jártál Németországban. Jártam, dolgoztam is Németországban. Jó, akkor tudod. Lehet mondani ilyeneket. Lehet mondani a franciákról valamit. Lehet mondani a magyarokról abszolút valamit. Lehet. Csak mi értelme? Mi értelme van? Igen. Ez az életünk. Az az életünk, hogyha így jön valami, akkor ne azt mondd, hát én nem tudom, mert biztos nem lesz ütés. Nem, hát hátrafordulsz. Aztán lehet, hogy nem lesz ütés, érted? Tehát ez az emberi, ösztönök, az emberi az ember fenntartó ösztönöknek az egyik természetes működése. Az előítéletalkotás? Az előítélet, igen, az előítélet, hiszen ez a tanulás is erről szól, hogy megismerd, hogy tudjad, hogy aztán mi lesz.
Igen, az előítélet. Az, hogy egy ismeretlen helyzetben legalább valamennyi információd legyen arról, hogy hogyan viselkedj. És ez nem az embernek, ez az állatnak a része. És az ember rétegét erre ráhúzhatod a saját jóindulatod és a saját erkölcsöd szerint helyesen. Na, itt most már minden rasszizmus, tudod? Hogy az, hogy te általánosítasz, vagy mondjuk előítéletes vagy, mert mondjuk némi rossz indulattal rá lehet fogni a Vahornra, hogy előítéletes. De ez már mindjárt rasszizmus. Mint hogyha ő alsóbbrendűnek tekintette volna mondjuk a cigányokat, mint a fehéreket. Mikor szó nincsen erről, csak megfogalmaz általánosságokat. Tudod, mert nem szabad általánosítani. De mi van az általánosságokkal? Mi van azokkal az igazságokkal, amelyek általánosak? Akkor azokat most már nem is szabad kimondani? Hát nem szabad... hogy ne szabad, mert hogy szabadne? Hát tudod jó, hogy egyre inkább befelé megyünk. Na, erről van szó. Nem szabad kimondani dolgokat. Erről van szó. Az egy kicsit erős volt, hogy egyik ilyen házban sem fehér ember él, ez azért nem, azt mondta, hogy nem magyar. Nem magyar, bocsánat. Nem, a szakkifejezést használta, nem magyar ember, hanem cigány, és akkor jött természetesen a számonkérés. Jött természetesen a számonkérés, hogy a cigányok nem magyarok-e. És akkor erre kérdezte, és akkor erre kérdezte a Vahorna, hogy hogy kéne mondanom, akkor most mondjad meg, hogy mi a szakkifejezés a tanszéketeken, ahogyan erről szabad beszélni. Mert én tudom egyébként, hogy hogyan várja el a Gulyás Márton, hogy erről beszéljenek, fehérek és cigányok. Ez a két kategória. Na de könyörgöm, egész Magyarországon fehérek és cigányok egyaránt ezt így használják, hogy magyarok és cigányok. Én értem, hogy ezen nincsen rajta a szociológia tanszék pecsétje. Én értem, hogy Parászka Borúka hisztériás rohamot kap, és még Gulyás Márton is összevonja a szemöldökét. De így beszélnek erről vidéken, hogy magyarok és cigányok. Nyilván nem elég felvilágosultak a szociológia legfrissebb eredményeiből, de ki a felelős ezért, hogy nem elég felvilágosultak? Hogy nem ismerik eléggé a tolvajnyelvet? Arról van szó, hogy vannak általánosságok. A németek igenis precízebbek, mint a magyarok. Igen, precízebbek. Precízebb emberek. Általánosság. Nem általánosítás. Nem bélyegzem meg ezzel a magyarokat, hanem ezt tudjuk, hogy a németek precízebbek. És tudod, amikor a Gulyás Márton erre azt kérdezi, hogy minden németet ismersz? Minden németet megvizsgáltál? Tudod, az agymosottak erkölcsét kéri számon. Az a szörnyű, és az zavar ebben a típusú túl PC dologban, hogy visszanyomja erőszakkal mindenkinek a fejét a homokba. Tehát könyörgöm, nézzünk már szembe azzal, hogy ez egy jelenség, hogy most ezzel egyetérte Gulyás Márton, meg Parászka Boróka, meg mi egyetértünk-e vele, az most majdnem mindegy. Ha lemegyünk vidékre, mert főleg nyilván ott lehet leginkább a saját bőrükön megtapasztani helyzeteket. Minden vidékre lementél már? akkor rengeteg ember ilyeneket fog mondani. Ez egy létező helyzet, létező feszültség, ezzel a feszültséggel valamit kellene kezdeni, de semmiképpen nem azt kéne kezdeni, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne, mert abból megoldás még soha nem született, hogyha eljátsszuk azt, hogy itt nincs is semmi baj. De van baj. Lehet, hogy az a baj, hogy a magyarok előítéletesek. Tényleg? Lehet, hogy így van, akkor vizsgáljuk meg, de ne tegyünk úgy, mintha ez nem lenne. Vagy rossz tapasztalatok vannak? Igen, de vajon miért vannak rossz tapasztalatok? Akkor azt vizsgáljuk meg, csak semmiképpen nem mondjuk már azt, könyörgöm, hogy jaj, ne mondj ilyet, nem, ilyet nem szabad, nem illik, jaj, Istenem, hát... Rasszista vagy, ez nem így megy, hogy nem illik, hanem úgy van, hogy rasszista vagy, takarodj a nyilvánosságból. 25 éve ülünk ezen a vonaton, hogy szavak tiltásával próbálunk pásztorkodni, és így a szavaktól reméljük, hogy lesz valami, és a szavakat tiltjuk, és a szavakért üldözünk. Mikor lesz a fókuszunk a viselkedésen? Mikor lesz a fókuszunk azon, hogy elválasszuk, hogy az ember egy ösztön, egy érzelmi és egy szellemi lény, és hogy ezeknek az egymáshoz való viszonyulása az eredményez egy erkölcsös viselkedést, és ha tudod, engem mindig azt szokott zavarni, mondjuk ebben is az, hogy soha nem juthatsz megoldásra valamivel kapcsolatban, ha a kiinduló pontod már egy illúzió. Ha már akkor hazudtál magadnak, amikor elindultál otthonról, ahogy szoktam mondani, A-ból B-be, akkor hogy fogsz B-be jutni? Gulyás Márton taktikai érveket hoz a szólásszabadság mellett. Úgy fogalmaz, hogy a rasszizmus kiszorítása a fősodorból csak szubkultúrát teremt, ahol már ellenvélemények sincsenek. Így lett a cigány ellenes Jobbik, ami média kirekesztés ellenére, vagy éppen miatt 20% körüli párt.
Ugye két választásokon is 20% körüli eredményt értek el, sőt, három választáson is 20% körüli eredményt értek el. A Gulyás Márton itt arról beszél, hogy nem kifizetődő korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát, mert rasszizmust okoz. Tehát, hogy ő nem elvi állásponton van, nem azt mondja, hogy elvi síkon tagadom a véleménynyilvánítás szabadságának a korlátozását, mert mindenkinek joga van a maga véleményéhez, a rasszistának a rasszista véleményéhez is. Mert az is fontos nekem, mert ha csak a kifinomult, csak a szofisztikált vélemény, csak a hozzám, az enyémhez hasonló vélemény fontos nekem, akkor valójában beárazza a szabadság szeretetemet, tudod? Meg az igazságosság iránti igényemet. Én meg fölvetnék egy másik szempontot, egy elvi szempontot. Azért fontos a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy én, aki mondjuk nem vagyok rasszista, én humanista lehessek, mert szabad rasszistának lennem. Tehát az én döntésem legyen, hogy humanista vagyok, mert ahol a rasszizmust tiltják és üldözik, ott én nekem nincs is más választásom, ott én nem humanista vagyok, hogyha mellőzöm a rasszizmust, csak gyáva és megalkuvó. Meggyőződésem, hogy azok a cigányok, akik ki szeretnének ebből törni, és a megbélyegzést szeretnék a hátuk mögött hagyni, vagy sikerült, ők nyilvánvalóan nem azt szeretnék, hogy félniük kelljen, vagy hogy az előítéletekkel kelljen szembeúszniuk, de hogy nem a tagadást választanák, sőt ennél még cifrább történeteket is tudnának mesélni, abban is egészen biztos vagyok. Én úgy érzem, hogy a Vahorn itt azt, nem azt vallja meg, hogy igazán rasszista, hanem azt, hogy vannak bűnös előítéletei, és ezek a védelmére szolgálnak az állattól jönnek, és megvallja, hogy erőfeszítésébe telik gesztus gyakorolni, hogy mégse úgy viselkedjen, mint ahogy azt benne ez a fortyogó állat. Abba erőfeszítésbe telik, de megteszi. De tudod, beszélni merészen róla, és ami nekem nagyon fájdalmas, hogy a Gulyás Márton nem menti fel. Tehát nem azt mondja, hogy ugyan már András, te nem vagy rasszista. Én tudom, mit jelent a rasszizmus. Az nem pusztán egy előítéletesség. A rasszizmus az azt jelenti, hogy bizonyos származási alapon bizonyos embercsoportokat alsóbbrendűnek, másokat felsőbbrendűnek tekintesz. A Vahorn András nyilvánvalóan nem rasszista, és Gulyás Márton is meggyőződhetett erről, hogy nem rasszista. De nem menti fel. Nem menti fel, hanem annyiban hagyja. Ja, hogyha te azt mondod, hogy rasszista vagy, hát akkor bizonyára rasszista vagy.